Szevasztok! Átszágultunk a fordulón, mert több mint fele kész, ugye? Rövid forduló. Most meg, hogyha ezt végignézed, akkor három kész lesz. Hogy előre pörgeted, akkor nem lesz kész, mert meg kell végignézni, hallgatni. Igen, egy derbire volt kilátás, kérem, mert itt a Jets utoljára akkor győzött a Patriot ellen, amikor még a Ryan Fitzpatrick volt a quarterback. És amazoknál ki volt? Hát arra nem emlékszek már, hogy ki volt. Mindegy, Jonus Smith első alkalom, amikor sikongatsz, az azkor van, amikor Johnu kapja a line of scrimmage mögött 28 yardot, elszalad vele. Aztán van egy Meg Jones, Kendrick Bourne, Nelson Agolor háromszögelés, amiből touchdown dob, illetve első passzából Kendrick és Nelly meg megfogja. Ez volt az első passz kísérlete, ugye? Agolornak második touchdownja, tehát ugyanígy kapott el a born tól mint a Meg Jones-tól. Mondjuk itt is volt neki egy ilyen kulcspassz. Hallottam ezt a kifejezést szokker mérkőzéseken, hogy van ilyen, hogy kulcspassz. Ugye nem gólpassz, csak, csak jó adtad. Meg Jones nagyon jó adta hátrafele. Bor meg előre. Melyik a fontosabb? Defenseben az Mice Bryant jelentkezik egy szekkel, kérem szépen, ő a Nickelback most. Így, hogy ilyenre került nagyon-nagyon hosszú időre Jonathan Jones, akkor neki kell beállni. Ő is egy ilyen Washington corner. Mutko nem mondtam, u dub. Igen, nem csak a Byron Murphy taunting, de ő is slot corner volt a Washingtonban, úgyhogy. Aki huskies játszik corner, hát a következő az NFL lesz, ugye. Mint van ez a, az a Kyler Gordon nevű, hát lesz a következő, meg a Trent McDuffy. Na hát most Bryant, hát élvezi azt a képzést, ami ott seattle van. Most akkor a New England színeiben a legtöbb a legfontosabb, ugye, Slot Cornernél milyen vagy Blitzbe? Hát látod, már nagyon jó, elpantolja a Jets. Damien Harris indul meg a labdával, futó posztol, hát a másik nagy képző, ugye alabamai futó. Damien Harris akkor a felezőtől befut egészen az ötösre, majd akkor egy touchdown is neki? Nem, mert még nem volt. Egy yardosat tudott bevinni. Oké. Okay. Természetesen a Jetsiek most is csak úgy ismerkednek egymással, minden egyes héten a nulláról kezdődik ugye az építkezés, ezt már tudjuk, most is úgy látod, a is. Fogalmak sincs róla, ki hova menjen, hát szomorú történet, de amikor tudják, akkor meg hátrafele nyomja őket az ellenfél. Borzasztó élet. Támadásban mi van? Hát ott az van. Eddig tudjátok, hogy hány passzolt jargja volt a Jetsnek a szezonban, az első negyedben? Egy. Na hát most ezt keményen megnyomják, harmadik és tíz. Ó, hát akkor még egyelőre sem ennyinél tartunk. Zack Wilson egy shovel paszt valahogy oda okádik Ty Johnsonnak. Itt tudtam a legszebben megfogalmazni. De Ty utána a first csinál belőle öreg. Tíz yard. Nem ám egy. Hát milyen jó ez a jet. Elijah Moore aztán lerázza magáról a mills és fele visze a ballont. Én elbírom képzelni, ha pont szerző drive a Jets-től, első negyedben, arra fele haladunk. Arra fele haladunk, ezek pontot fognak csinálni. Ty Johnson tök jó mozog, backfieldről indulva, Michael carter is berotálják, ő is eddig tud vele menni, és hát ez a válasz a Jetsnek. Látják, ott van meg Jones, menedzser irányító, ugye? Újonc gyerek, menedzser. Zek Vézon, te is újonc vagy, igaz? Igen, de én playmaker vagyok. Maradjál! Mostantól te is menedzser vagy. Azt csináljuk, mint a Meg jones -szál. csinálják emezek. Szeretjük másolni egymást. Egymást, nem csak ti őket? Kus legyen. Ja, mindegy, akkor te is itt menedzser vagy, odaadott futóknak, meg of Scrimmage-re, playmakereknek. Kiknek? Playmakereknek odaadott. Ja. Elijah Moore nevű másik újonc gyerek rosszul blokkol. Hát ilyen a csávó, hogy blokkoljon? Hát nyilván rosszul. Utána meg elcsúszik. Hát arra nincs magyarázat öreg, akkor mezőny kell rúgni. Hát az is több, mint a semmi. Ráadásul 48-ról, hát 50 alatt. Jön Emendola, öreg apja csapata ellen, mellé. Nem lesz sose pontunk, hát nem nagyon lesz. Meg Jones akkor leteszteli a linebackert, nem kell egy interception. Dobja neki, elejti. Oh. Jó, fölírjuk, végeredményt nézed, akkor úgy, hogy veled csodálatos volt minden, azért ezt, azért nem felejtjük el. Belicek mivel kezdi majd utána az öltözőben meg az elemzést, hogy megkezd, mi volt az? Ott 0-7-nél, vagy mennyi volt? 14 0 -nál. Hát ott a linebackernek dobtad első és tízre. Nem bírta megfogni, de nem baj. Play action. Megtartja meg Jones, nézi, akkor egy hosszabb átadás. Mennyi ez a hosszú? Hát 8 és fél yard olyat adja John Smithnek, aztán mennyire lesz hosszú a play, azonnantól kezdve a Titan de múlik. Igen, hát ilyeneket hívnak be. Ne nagyon dobád messzire meg. Jó, van, nem dobom akkor. Óvatos focizás. Óvatosan kell, nehogy elroncsuk itt a Jets ellen. Akkor elég a mezőnygól. Rúgjunk egy mezőnygól. 17-0 az állása. Talán elég lesz. Zeknek láva kicsit megfájdul, de még azért folytatja a játékot. 15 jados paszt tud varázsolni Ryan Griffin, Titan úrnak. Nem igazán volt sok hely, de megtalálja, sasszé közben elindítja. Utána meg fellőni a célterületre, nem is tudom, hogy talán kilenkolnak, azt hiszem. Nem az a lényeg, mert Dagger meghúzza, bedobják a zászlót, mindegy. De közben, hát Judon elkapta kis fiút, Zach Wilson megsebesül, kérem a mérkőzésen, már nem tér vissza. És aztán általában hetekig is tápolni kell, hogy újra a pályán láthassuk, ez az a legrosszabb, ami előfordulhat. Nem a vereségek, ugye, hanem hogy nem látjuk zekket, meg hát nem fejlődik a pályatásokkal. Egyik meccsen se fejlődik, mert mindig nullára bukrik vissza a mutató, de hát mindegy, most már az esély is elillan így, hogyha nem lesz a gyepen. Nagyon szomorú vagyok. Ki a csere irányító? Meg közben támadni kéne, fiúk. Ja, bocsánat, akkor elhalasztjuk itt a búbánatot. Egyesről honnan? Hát nem is onnan, kicsit visszább, de közel onnan, ugye Dagger szabálytalansági után. Mike White, édes öregem. Tudjátok róla, én megnéztem az összes előszezon meccset. Elejétől a végéig, mind a három fordulót, meg a Hall of Fame meccset is, mindegyiket megnéztem. Annál borzasztóbb nem volt, mint a Jets csere irányító állománya. Liga 32. -dik. Komolyan mondom nektek. Jó, mondjuk a Giants is azt mondta, hogy figyeljetek azért, fogjátok meg a söröm. Nagy meccset játszottak egymás ellen, de ez a Mike White nagy versenybe volt az én szemembe a James Morgannel, meg a Hát a Josh Johnson a jobb volt nála, de valamiért a hamar a második számú pozíciót. Korábban ugye Dallasból elküldték. Igen, hát nem a jelenlegi Dallasból, egy régebbi Dallasból, úgyhogy hát ott is csoda irányítók voltak a padon, hát abban nem fér be. Itt van akkor korábbi Western Kentucky és South Florida Bulls irányító. Ami mellette szól, hogy még nem éget be soha, mert itt van 2018 óta profi, még nem játszott egy meccset se, 10 azon meccsen játszott. Hát sajnos emlékszem rá. Hát jó van fiú, akkor te vagy ott. Nézzük meg, ki tudja, ugye hát még olyan kapanyérről beszélünk, ami még nem volt használatban. Lehet, hogy elsül, ugye? Nézzük, ha nem akarják, hogy elsüljön, adjad a handoffot öreg. Hát azt nem bírják bevinni hogy inkább hátrafele haladnak. Jól van, akkor dobjad. Majd előtte bevitte el társdára Ty Johnson, de full start, úgyhogy nem érvényes. Gondolom, hogy olyan közel vannak, hát biztos, hogy elrontják érted szerencsét, Akkor dobja, végül is rájönnek, hogy dobjad Mike White, na ha úgyse sikerül, de mindegy. Kori Davisnek megfogja TD, jön az ászló, támadó pass interference láttak, összedugják a fejüket az ebrák, aztán így végül is a jó szív dönt, mert figyelj, már Jetsről beszélünk. New York fucking Jets, jó, mondjuk igaz. Akkor nekik szabad a lökés? Nekik mehet valamelyik minimális kontakt, ami belefért a szabályokba. Megadjuk a TD-t, Mike White, indul a fordítás öreg. Ha belelkesül a Jets, egymás után vannak jó pléjek, érted, touchdown pass. Utána a Ecosnak van egy levédett átadása, vagy mi az? Levédése, átadás-levédés, az pass breakup. Majd a Carternek van egy sietetése, Michael kettő Carter, harmadik és 10. Hát milyen jó vagytok, hát az megdobja meg Jones, Jacoby Myersnek. Aztán a Damien Harris, hát ő meg ilyen tízesével fut, amúgy. Nála van, 10 yard minimum jön, sokkal nem több amúgy, ja. Bolden, hát ő nem nagyon fut ilyen tizeket, Meg Jones, ő igen. Megindul meg Jones a labdával, hát bottal ütik a nyomát. Valamivel kompenzálnia kell meg Jonesnak, hogy a 30 yardos dobásai azok nem esnek be, hát arról van az, amikor távoliakat meglőni, hát abból nincs a hosszú TD, nem jön a hosszú TD, hát akkor mit se az atletikusságoddal kompenzálod. Hát ez az, Meg Jones, ilyen prospektként ismerjük. Na akkor Boldennek egy screen touchdown, mindenki jobbra, ő balra, meg a labda is. Touchdown akkor Brandon Bolden. Michael White, általában ez a teljes neve, két first down is csinál, egyet a Carternek ad, egyet meg a Michael egy Carternek, ha még mielőtt. Aztán a Cory Davisnek utóbbi a tíznél is többet van a levegőben a labda öreg. Ha jó, megyünk akkor. Harmadik és kettő. Carter futtatás, rövid, negyedik és egy. Na nézzük, Ty Johnson, az is rövid. Hát akkor Dallas. Két perces figyelmeztetés, Bolden jön a screenből megint, igen, aztán ballal dobja hátra, így meg Jonesnak, ő meg jobbal előre, de nincs kinek. Micsoda a trükkös play talált ki nem? Hogy fiúk, így ez lesz az a vége. És mi a vége a playnek? Hát az, hogy a Mac Jones dobja előre. Hát arra végképp nem számíthat a Jets, hát meg úgy senki így szinten. Igazi trükkös play, ugye? Ma ide-oda, jobbra-balra, és a végén az irányító passzol. Hát az durva lenne. Ezt próbálják, nincs ember, akinek dobhatná. 4. negyedik és egy, a Jacoby Myersnek dobja meg Jones. Olyan fajta játék, ami tradicionális. Brandon Bolden, hát igazi igásló a csávó. Muszájból küldték be, mert ugye a kilenc running back, aki fölötte volt a depth mind megsérült, vagy famblizott. Az járt jobban, aki csak sérült, ugye, aki kórházban van. Ha mindegy, mert aki famblizik, az majd megy utánuk egyébként, de Bolden muszájból felmegy, ő már csak special teamért van itt. Mennyit támadja? Aztán most valami tizenvalahány labdaérintés az az első fél időbe. Hát ne nehéz elfelejteni myers keresik, ugye, neki az életben nem lesz társdánya, megbeszélhető. Ha évek óta próbálja, sose lesz. Akkor inkább elrántják a védők. Mert céltöletre dobnál neki MacGyver, hát nehogy már itt megszakadjon a széria, gyertek az egyesről. Ott sem Myers. Hunter Henry egyados TD. 31 pontot gyártott a New England az első félidőbe. Lehetne amúgy több, de hát a Bentley kezéből kiesik egy interception, Úgyhogy maradnak ennél a 31-nél, a rövid pálya extra nem jön. Ez is azért együtt tudsz élni. Átlagos New England első fél idő. A Mike White megint megtalálja a Corey Davis-t. Ez így a kezdő New York Jets irányító csomag. Tehát, hogy milyen jó tanácsot tudnál adni most beugró rutintalan irányítónak. Zek például. Semmit. Ja, dobjátok a Kori Davisnek, mondja a kis Lafleur. az, az, ami biztos segít. Hát, ha érted, ez a legjobb a tanács, amit tudsz adni, hogy a Kori Davis-t keresd, nem olyan jó a csapat. Hát figyelj, Ty Johnson, ő tök jó megy, a harmadik elkapása, már van neki 40 yardja. Akkor jó, a Jet csak az eredmény a rossz. Az eredmény az nagyon rossz, de hát itt van biztató teljesítmények. Hát, jó. Cole ott hagyja mills és akkor így már vörös zónában van a Jets. Oppá, Behívnak egy endorándot Elijah Murra, nagyon gyors, nagyon hamar felgyorsul magas szintre, és beszágul Tesla New York Jets. Futásból a wide receiver, ez az fő kettes, kettesre, hát kell ez a győzés. Carter futtatás, hát az nulla. Akkor defense, defenseben vannak egyébként egész bravúros megoldások is a Jets-től, Röhögés nélkül mondom, első kísérletre, második kísérletre, hát mikor melyik, Azért nem járok levél, mert a haladikat mindig megcsinálja az ellenfél, de... Hát szomorú dolog. Brandon Boldennek hat elkapásból van 79 jargja, tehát megállíthatatlan fegyver, itt liga szinten mindenki tudja. Még J.J. taylor is megszánja, akkor Belicek. Alacsony gyerek, volt fanbője. Nem túl boldogan, de akkor visszaengedi a pályára. Whitecat, meg Jones megy ki a szélre, motion befelé, wide receiverből, Damien Harris az irányító dobja neki hátra, Meg Jones dobja a porba. Jó. Ja. Del Sean Phillipsnek a szekje után csak egy 50 yardos mezőnygolt tud a Patriots bevállalni, hát azt a folk berúgja, úgyhogy 34-13. Első szek valaha Del Sean Phillips-től. A csak simán Sean Phillips nevű ember, hát neki volt elég sok annak idején, aki emlékszik, az emlékszik. Az a durva, az előbb elmondtam, hogy nagyon jól megy a Patriots harmadik kísérletekre, és ki van írva a Jets, még jobb harmadikra. Jobb arányba csinálják, megőrülök te. White kiemeli a Crowdernek, van is valami 20 yard. Nyilván nem láttam végig a mérkőzést ezelőtt, mikor felvételről elindítottam, tehát így felvetődik bennem a kérdés, hogy a minek ide? Hát jó játszik a gyerek. Jó csinálgatja, mert ugye a Flekó, hát ideje játszott a jazzbe Flekó. Játszott, de hát itt nem ismer senkit, tehát új stáb van. Szalá nem volt itt tavaly, Kis Luffler nem volt itt, tehát akkor ha hát nem beszéli a nyelvüket. De itt van a GM, Joe Douglas, ő már itt volt, ő ismeri Flekót. Hát az milyen egészséges dolog, nem? Hogy így a general manager akkor beleszól, hogy figyeljetek, majd ismerem a Fleckót tavalyról, jó csávó. Ide cserélem, mit szólnátok? Ö, már ide akkor azt igennek veszem, hozom akkor Fleckot ide pikkekér. Jó, hát a GM a nagyfőnök. Mindenképpen szükség van rá, akkor szükség van rá. Hogy itt kis Luffler, akivel amúgy nem vagyunk megelégedve, mit gondol erről? Hát az másodlagos. Na, aztán megtörténik a baj, most már értem, mindentől kezdve rossz minden. Átdobja wide receiver feje fölött Mike White, interception dagger. Oké, okay. Jó, hát. Így már az egy kicsit jobban értem. Ügyesen oda szorítja a labdát még a cipő orra fölé, és akkor így nem ér földet a labda, hanem akkor megfogja a safety linebacker Most tudom, amit játszik Dagger. Mindent el tud játszani. Nelson Agolor, 20-valahány jardos elkapás, hát akkor ez a drive, ez megingála. nincsenek pontok a drive-ból. Hát azt képzeld el. a Vint megveri, half átengedi, meg még holding is, meg még siettetés, és aztán annyi. Beszakad a zseb, elpantolja Patriot, na nézzük akkor Mike White. Elkezd rosszakat dobni Mike White, védőknek. Van, amit nem fognak meg, de van, amit igen. Most például JC Jackson fog egy interception-t. ai öreg, hát akkor ebből fleckó lesz. Mindent értünk. Támadás, Damien Harris már 100 yard fölött van, Hunter Henry vörös zónába kapja, menetel előre, hármason valahogy kiküldik, közelről beviszi Damien Harris. Ty Johnson ismét lehetetlen helyzetből tartja életben a drive-ot, ahogy ott még elslisztol az oldalvonalnál, de aztán Elijah moore hát bántóan könnyen megakadályozzák abban, hogy megcsinálja az elkapását, úgyhogy negyedik és négy, azt meg Mike White barátunk a falba dobja. Rövid pályát kap a... Patriots, de hát rövid pályán is lehet hosszú paszt adni, ugye, hát mihez képest? Ahhoz képest, hogy 100 yardos a pálya, ugye 50 yard a rövid pálya, és akkor onnan dobja el Kendrick Bornak, MacGyver, aki összeomlik az egy yardoson, nincs meg a hosszú TD, de ezzel is sikerült 300 yard fölé jutni a Big Macnek először karrierje folyamán. Talán még lesz ilyen, akkor az egyesről alacsony J.J. Taylor futott touchdown. Extra pont mellé. Belicek elég mérges, azt kell mondani, ki van az extra pont? Jó van, fiúk, akkor hétfőn följük, Miről is kell majd beszélgettünk a meccs kapcsán. Annyit mondok neked, hogy a Jetsnek a második pontja, az már csak akkor következik, amikor 7 perc van hátra a meccsből, hát akkor előzetesen azt mondod, hogy na, hát akkor egész jó volt az offense, mi? Alig van pont, ha vége fele van egy pont, meg előtte a jóhoz. Nem olyan jó a meccs ehhez képest. Hoyer idő New Englandben, hát a Macnek megvan a 300 gyere. Hoyer 6 focizon a special teamerekkel, dobálgass neki. Olszewskinek, meg a Harrynek. Halljátok Harry? Hát ki jött belőle a Randy Moss már megint? Ott a Javelin Goodry mellett, a mekkorát küzdött, hogy leszett a levegőből? Ez az. Hát az igazi elsőkörös játékos. Nem véletlen vitték hamarabb, mint a Metcalfot. Elkapja, kiszedi, zövé egyértelműen. Az a baj nem TD. Egyesen, a ő is lement. Hát akkor onnan beviszi J.J. Taylor. Beviszi, touchdown. 54, 13, 1995 óta nem kapott ennyi pontot egy meccsen a New York Jets. Hát fiúk, és mindezt úgy, hogy nem volt benne PIXX, Tehát ez konkrétan a defensív összeomlás. Hát szalának a egysége, lehet mondani tehetség szinthez képest, azért ami a szezont illeti felül teljesít, mert nem undorítóan utolsók minden kategóriában, ami ugye papírforma lenne hanem azért bőven fölötté van a 20 a legtöbb kategóriában, hát az felül teljesítés. Nem ezen a napon, mert itt most a világon semmit nem bírtak meg akadályozni. De hát ez a kisebbik baj, a nagyobbik az, hogy ugye az aranyember zek sebesülést szenvedett, úgyhogy nagyon sok baj van összességében. Most a kérdés az, hogyha még zek Wilson nélküli New York Jets mérkőzést kell néznünk, az mennyire lesz ilyen közönség közönségbarát látvány, meg vonzó, mert hát az ő fejlődése az érdekel meg, hogy mit csinál. Ugye egy defense a hatodik körös kornerek mit csinálnak, nem annyira érdekel, de hát érdekel az érde, kicsit. Hát most ezek ilyen nehéz hetek lesznek, az az igazság, mint a brisettes Dolphins meccsek. Hogyha persze megnézzük, mert hát megnézzük, mert fotbal, de világon semmit nem tudsz majd leszűrni belőle, ezek lesznek majd a Jets futball, úgy, hogy ráadásul akik a pályán vannak az irányítók körül, még rosszabbak is, mint akik a Dolphinsban vannak, úgyhogy ez egy sötét időszak, ami előttünk áll egy hónap, két hét, három hét, hát nem könnyű, nem tudjuk mennyi, zek, minél hamarabb gyógyuljál, aztán így, Patriots versenybe, EFC 7. helyér, hát ez most eléggé simán jött oda-vissza. Hát hatalmas csalódtam, meg kell mondanom nektek. Nick Sirianni. Hát azt vártam, hogy összes sematizált egy olyan playbookot, egy olyan gameplant, hogy nincs esélye rá a Raidersnek, hogy levédekezze. Aztán ez mi volt? Megint csak a végén jöttek a tásdának. Pedig ott megbízott vezetőedző, hát az a legkevesebb. De így muszájból kinevezett offenzív koordinátor, előléptetett play aztán hát okosabbnak tűnik nálad. Kotörbekur. úr. Százezerszer rátermett rátermettebbnek tűnt, mint Hertz. Elég nagy szívás. Pedig az eleje, hát az még biztató volt. Gadört. 24 jardos elkapás linebacker feje fölött átdobva. Ez az My Sanders bevonják fotballba. Nagyon ritka Eagles meccsen. Futójátékos labdát kapjon és touchdown pass is van a Gainwellnek, aki a backfieldről indult. Úgyhogy végigment az Eagles az első playbe, jött első drive-ba, jöttek a hosszú playek, jöttek a sematizált kiválóságok, ezt vártam volna az egész kurva meccsen. Aztán az első drive az, az úgy van, utána meg, hát faképnél maradnak. Mert én nem játszott a Waller a Raidersben, ugye láttam a előtt kiírva, hogy inaktív, Hát mondom, itt az égősz tippem, hát mit akarsz, ez még erősít rajta, hát ha összeomolnak. Anélkül, hogy középen a colos nincs ott, ugye már most 7-0, bejönnek, akkor majd nem tud kire ráfüggni a derek, hát milyen nagy okos leszek azzal a tippemmel aztán. Hát a másik végére kerültem. Hát itt van ez a Foster Moro nevű gyerek, hát ő hamar elkezdi a pótlását Wallernek. Aztán rájöttem, miközben nagy maszatolásban van a Raiders, semmi különös, hogy mi áll az ő építkezésük, vagy leépítésük hátterében, ami a támadó falat illeti. Hát hadd mondjam már el, mert itt van most a John Simpsonnak van egy holdingja, ami után haladik és 15 lesz. Erről jutott eszembe. Hogy? Ugye elzavartak mindenkit, ilyen bevált veteránokat a támadó falból, helyette rutintalan, nem ügyes játékosok vannak a támadó falban. És akkor mi lesz abból? Hát abból szabálytalanság lesz, igen. Harmadik és hosszú lesz. Igen, és abból meg mi lesz? Agresszív derekkár. Így tudják rávenni. Mert egyébként, amikor emlékszel rá, amikor jó volt a támadófal, még a Donald Penn, meg a tudod kik, Rodney Hudsonék játszottak, hát akkor kár, hát szuper konzervatív volt. Így, hogy óriási baj van ott, meg húzgálják, meg harmadik és hosszú, hát kénytelen messzire dobni. Hát mennyire okosak? Spórolnak a támadó falon, és közben nyerő pozícióba hozzák dereket. Hát ezt nem is tudom, hogy ki találta ki, de hát biztos a mélyok. Szóval ahogy mondom, 3. és 15, 44 jaros paszba beleáll derek. Nem igen dobja senki nála jobban távolra. Z. Jones, hallod? Totál esélytelen a corner. Ne van ott mellette, de hát ez egyértelműen az elkapói lejön vele. Jobban járt volna Nick Sirianni, amely nem kéri a büntetést. Egész egyszerűen hagyta volna ott a, jó, a holdingot, ó, mindegy. Negyedik és három lett volna, azt mondják, hogy jó, arra valószínűleg mit csinál a Raiders? Belefuttatja Jacobsot a falba, hát hát, ha sikerül megfogni, ugye? Így, hogy harmadik és tizenöt, hát így nyilván előre dobja a kár. Azt még nem lehet levédeni. Jön még egy holding, ugye a teóriám az folyamatosan épül. Második és 21. ugye? Na nézzük, mi lesz ebből? Renfrónak dobja előre 16 yard kár. Úgyhogy minél rövidebb szituáció, annál jobb, hogyha védő vagy. Na hát aztán nyomás megérkezik Kára, dobja Risárna, Risár csak úgy beleüt, Interception Medox. Igősz kivédekeztéted. Vörös zonás megállítás. Hát, milyen jó az az igősz tippem. Első két drive alapján világ tetején vagyok. Most kell kikapcsolni a tévét. De vontás visznek az elkapása, ami így indítja az igősz drive-ot, utána Hertz kimenekül, majd ráhívott futás is van. Nem csak önálló futás, behívott futás, hát végre valahára használják a lábát annak az embernek. Nem csak saját eszével kell, hanem edzőbácsi is mondja, hogy nyugodtan szaladgáljál. Aztán van egy Denzel periment minuszjardos szerelés, meg az Ngakuinak van egy, amikor megüti a karját az irányítónak, és hát hogy nem jön ki normálisan a labda, harmadik és 13. Screenpast t keresi, ó, hát az sehogy nem lesz meg, abba is beleüt Engakué, Egy sípos áron pantját tudjuk nézni. Megindulnak Las Vegas futói, Jacobs mellé, Kenyon Drake is becsatlakozik, ha valószínűleg az a kedvenc játékosa, nem szabad őt elfelejteni, adjunk a Drake-nek is. És mennek, működik. Kárnak ki a kedvence? hát neki a Renfro a kedvence, nem a futók közül, hanem ugye a világ emberei közül, megjátsza. 11 passz kísérletéből 10 jó, csak az interception ment mellé. És touchdown is megvan Fabian Morónak. Nem bírt fel a defensive back semennyire, úgyhogy pótolja Titan-nek touchdown. Jövőre még szerződése van itt a Raiders-ben ugye Morónak, tehát rendkívül alulértékelt második számú Titan. Szerintem a jövőre még kifut az a szerződés, Waller kiadna egy pár meccset, tehát akkor vagy bankot robbant a csávó, mert egy a ligában, nem tudom, top 25-ös Titan a csávó matériában, aztán itt sinylődik a padon. De hogyha nem robbant bankot, mert hát nincs elég lehetősége, meg Waller mögött ragad, akkor meg valaki igen, hogy ott kaszálhat vagy mele, ügyesen, steel. Mert most is steel érted 800 ezeré, 4 év alatt keres 3 milliót. Aztán hát nyilván így, hogy a Waller ott van, nem tudott középpontba helyezni, de egyébként brutál a csávó. Devonta Smith felé, második labda is, elmegy pocsékba, amiből semmi. A második és kilenc Gainwell fut belőle 8 Ugye Sanders megsebesült, úgyhogy futóposzton kell váltani, kibírják. A 8 az kevesebb, mint a 9, hát akkor meg kellene sníkelni valahogy. Hol vagyunk? Saját 34. Bevállalja Naív Naíva kérdés. Természetesen sikerül. A Menekülés van, futtából oldalra, megdobja, még az oldalvonal mellett Devonta Smithnek megfogja. Hertz, jó az átadás, ez most azért olyan volt, amire azért büszkék vagyunk. De aztán harmadik kísérletre jön Engakué és szekket jegyez. Raiders Beszrás. Ugye, vannak ilyen csomagok, vagy egységek amiknél nem értjük, hogy ez miért működik idén. Hát például ilyen ez a Raiders Pressrás, tehát négyen vannak, aztán mégsem bírják őket visszanyomni soha. Há' mert béna a fal, akivel játszanak. Jó. Most a Lane Johnson ugye visszatért, a crosby úgy, ahogy ki is szedte. De ugye a majlata mögött most eljött Engaku, -e, ha hát van különbség a súlypont között. Úgyhogy ott gondot okozott. Sipos berúgja őket mélyre, és onnan kihozza kár. ad egy-egy paszt, aki nem tudná. Mindenki tudja, hogy kik a csodaikrek, ugye? Rax és Edwards. De egyébként itt semmi különös, amit ad a defense, azt kiasználja, semmilyen ragyogó megoldás. Amikor egyszer csak a félpályáról megkapja Mariót a triple option játék, oké, okay, ott van előtte a running back, nem, full back poszton, és a running back poszton meg a Brian Edwards. És akkor abból Mariota mutatja, nem dobja hátra, megy, szalad vele a másik. Jó, hát mentek vele valamennyit. Azt mondja Vilma, szakértője meccsnek, hogy erre semmi szükség nem volt. Normálisan karcol az offense, fölösleges itt baromkodni. Hát valójában azért csinálták, hogy Mariota neve még bemaradjon a kalapba, érted? Közeledik a cserehatáridő, hát ha ráharap a Jets. Ekkor még nem volt meg a Fleckó csere azt, így megmutatták, hogy itt van Marióta egészséges, valaki akarja, vigye. 19 milliót keres. Erre a maradék 10 meccsre nem kell? Derekár továbbra is tartja 100%-os emberhez való passzolást, mindegyik labdája. Hát vagy az ellenfélnek, vagy a csapattársának megy, de földre semmiképpen. Most éppen Jacobs az, aki pusztít checkdownból, screenből, aztán a touchdownt meg azt futva szerzi, úgyhogy 14 hétre elhúz a Raiders, és 1 perc 38 másodperc van az órán, amikor Fumblet vét gainvel megint csak tudnak jönni. Quentin Jefferson az, aki okozta a Fumblet Raiders falában, és 29 yardra van szükségük. Van hátra három időkérésük, még egyet sem használtak el. Ennek ellenére a nem dobnak, csak ott menetelgetnek, és hát végül is elfogy az idő az a kisebbik baj, hogy nincs idő, hanem hogy a széria véget ér, derek. Folyamatosan embernek dobál, vagy 16 jó passz egymás után, ha most egy rossz passz. Akkor rúgás. 17-7, ez a fédei állás. Másodiknál a Philadelphia kirúgás, meglepetés on kick. Ez a szériáni, hát tudja. És ez a J. Kelly ott ugye a rúgó, egész jól megrúgja magának. Ő akarja magának összeszedni, hát én rúgom, mert akkor az enyém lesz megpattintja magának, és akkor egész jó lehetne, de aláfekszik, ugye, tudja, hogy tíz meg kell lenni. Aláfekszik, és ezáltal megvan a lehetősége, hogy bevetődjön a labda irányába Ingold, aki civilben fullback, most special team összeszedi a Raiders. Meglepődtek ugyan, de így is az övék. Ugye Raiders-be Bisaccia a special team edző, tehát ugye, nagyon jó a terv olyan szempontból, hogy sikerült volna itt a meglepetés onside, kik saját fegyverével legyőződőket föléjük kereket, hát olyan ideig állapotban került volna a head coach, még ő is belehibázott volna biztos. Szóval hogy támogatom Nick Sirianni, hát ez az. Sajnos nem sikerült amúgy. 41 yard kell a Raidersnek. Úgyhogy egyébként a Jacobs megsérült, de talán kibírják valahogy. Rax futás például az helyettesíti az igen, csak az a baj, hogy sisakkal előre akar ütközni, az meg nem ér neked se. De hát én támadó vagyok, hát attól függetlenül ne támadjál sisakkal előre. Úgyhogy így egy mínusz 15 jardot tudunk neked elkönyvelni. Pótolja Moró egyből, visszahozza a Titan a büntető jardokat, majd Drake nagyon nagy futás, ott ember tömeg összeállnak, aztán mindenki tolja, nem kenyai Drake-től ez a fajta játékot, de hát megoldja, hogy erről van szó. Négyesről akkor legyen a touchdown, neki. Így van. Teljesen súlytalan a Philadelphia front seven. Itt arról lett volna szó, hogy hát még abba lehet bízni, hogy esetleg ártérnek a Hargrave-ék, felejtsd el. Nem működik, itt még a Raiders a támadó fal aránylag jól el van ezen a meccsen. 24-7, hát főleg futásblokkolásnál, ha mondanom sem kell, mert azt látod. Hertz egy órája hűlik, csak mondom. Tehát ott voltak drive-ok -ok, az előzőnek a végén, azonnal fanből térdelés, úgyhogy valós időben igen régen volt nála labda. Úgyhogy egy futással tud melegedni, feljön, 22 yardot megy, de leftekül fészmeszkelés miatt nem érvényes az se. Büntető yardokat visszafutja, tehát harmadik és háromra fel tud jönni az Eagles, ahol ott baj van a snappel, de már volt előtt egy delay of game, úgyhogy hát elkerülik a katasztrófát. Nyilván haradik is nyolc se jó. Ami meg odaér a nyomás, és csak egy shovel pass tud kiengedni a kezéből, Otterback, hát az elég reménytelenek tűnik, és ráadásul még egy kis lögdösődés, ott Kelsey és isök nélkül próbál harcolni a védőkkel, már azért régen lefújták amúgy, de csak nem sikerül egy piros lapot se kiharcolni. Las Vegas az álmából felkeltve is halad, ott pontosan tudja Derek, hogy mi az, ami működik ezen a meccsen. Feljönnek egyik drive a másikra, ugyanazt látod, működik minden. Morónak már hatodik elkapása, Ed, Braylon, Edwards nem érdekel, 20 yardos például a csodaikrek közül, és hát adnak tud örülni igazából az Eagles, hogy defense-ben sose kerül mögéjük a Raiders. Az előző meccsen, amikor nyert a réd, arról volt szó, hogy kár bedobált a védők hátam még. Most ilyet nem látsz. Ugye hátuk mögött már csak a kapu van, szóval oda nem mennek. De hát akkor meg beviszik szemből? Hát volt már olyan, igen, hogy bevitték szemből, ahelyett, hogy mögé kerültek volna, de most a Hunter Renfro kilép az egyesen. Ott sokáig jó a védekezés, de hát van merszük negyedik és gólra rámenni. Motionből kapja a labdát Edwards, és akkor besétálgat. 30 vonal, 7 az állás. Úgyhogy hát akkor készen állok, fiúk, a time touchdownokra. Igaz, gyertek, csináljuk. Ott van a Quez Watkins, rögtön a félpályáig elmozdítja őket. Aztán Faison nevű corner, akinek indokolatlan C betű van a nevében, ráüt a csúszó irányítóra. Mutatja, hogy Anna ja, ne, nem sisak, érted, a Tomik csúszott te. Negyedik és tízre, ó, oh, nem olyan jó az a drive, Gadört. 20 yardos elkapás, az mondjuk nem rossz, és aztán meg Gainwell elviszi az egyesre. Sirianinak amúgy nem az, hogy nincs filc a fülén, már ez a simlis szar sincs rajta. Én nem értem, hogy mi történik nék. Ennyire feladtad ezt? Már csak a csoport meccsekre tartalékoz? Mi van veled? Hát nem véletlenül, hogy így áll a meccs. Hörc elfumblizza a snappet, próbálja utána a szorítani, de hát, hát sírok a látványtól. A meg Vegas amúgy már kész hazamenni, tehát ezt a meccset ők nyilvánították, hát joggal, úgyhogy az eleje az elkezdett menni fürdeni, fiúk akkor, aki már biztos nem jön be, Marióta például, ti már menjetek, érted azt, akkor hamarabb haladunk, hamarabb menni. Ez az, gyorsan visszarúgják az ígősznek, hogy akkor talán így pörögjenek a másodpercek, és a Philadelphia-ban ilyen mini célokat tudnak meghatározni, például Gadert előzze valahogy a Morót, ugye, hogy azért jobb statokat produkálja már. A másik még az lenne, hogy a Hertz előzze a kárt, de hát az kicsit nehezebbet kérsz. Földön való előadásban megvan, hát ott az egyértelműen futott yardokba, ha hát megalázza. Elrobog, quarterback zseni a 7 yardos vonalig, onnan meg beviszi a Boston Scott egy-két labdaérintésből, futónak TD amennyiben fenteziben nagy Miles sanders vagy, akkor beszívtad ezt a hetet is. Hát igen, pedig most kapott volna a labdát, ha egészségesen kivírja. Új Derek Carr, még továbbra is a pályán, agresszív, javított verziójú Derek Carr, hadd, hogy már fullbacknek is huszon valahány ados paszt ad. Most már ott tartunk, menjen el Kingold, aztán kiemeli belőle távolra. Megy a Raiders, negyedik és egy, megbírnánk csinálni? Hát bármilyen játékot hívunk be, sikerülne? Igen. Akkor hívjuk be mezőnygolt. Az is bőven elé. Akkor statpumpa. Utoléri Devonta Smith és a statpumpa. Zakatol a garbás Eagles. Igazi streetball. Az a Rager is. ha hát milyen jó volt. Én ezeket a drive-okat amúgy, amit itt nézed a végén, kitalálja majd, hogy mi lesz, streetballozó hertz, aztán behajítja a Hát imádom nézni. Amúgy, csak jobban szeretném az első negyedben szerezni, ezeket a társadalokat bassza meg, nem itt, amikor már oly mindegy, aztán félház van. Kettesre menjünk rá. Üres Goddard, az is sikerül amúgy, tehát megint van 22 pontja az Eaglesnek. Jó, csak hát mikor? Onside kick, onside kick moró, hát azt megszerzi. De az utolsó két perc is még a philadelphia -é. szóval... 33-22 az állás az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan feldobod mezőn távolságba, főszaladunk Spike, berúgja az Eliot, igen, onside kick, most megszerezzük, igen, helyi mérit, felhajítod, megfogjuk, jó, és utána rámegyünk a kettesre, és azt becsináljuk valahogy, jó, hosszabbítás, kitaláljuk, hogy írás, megszerezzük, akkor kirúgás, kirúgás bevisszük testdára, és akkor hosszabbításra megnyeri az Eagles. Ez lenne egy a terv. Jó? Mindenki tudta figyelni, sorrend megvan? Jó, mert akkor Nga szek, ó, nem lesz itt semmi, akkor vége. Kikapott az Eagles. Kettőt az Eagles mérlege. Jön a Detroit elleni találkozó, hát oda ez a játék, ez szerintem elég lesz, de az már biztos, ennyi alapján, hogy jó csapatok ellen, mint a nagyon-nagyon pozitív mérlegű Raiders, ez kevés. Szóval elszámoltam magam, nagyon bizakodtam érted, hogy egyik középszerű csapat megveri a másik középszerűt, de kiderült, hogy a Raiders az nem az, a Raiders az él csapatok közül való, Philadelphia meg ott a vége fele kell, hogy legyen. Ez sajnos be kell látni itt most, sem a coaching, sem a quarterback teljesítmény nem nőtt fel ahhoz a szinthez, mint a másik csapat mutatott, még hogyha ebben nyilván belejátszik a Ját, a ah, játéktéren töltött idő, mert nem voltak ugyanannyit, nem feltétlenül saját hibájukból, de nem volt igazából itt verseny. Szomorú vagyok tőle. Raiders 5-2, nagyon vagy a Raiders, Láj, ellenük tippeltem, nyertek megint. Most bye mennek, utána játszanak a New York giants -el. Gyönyörű az életük most a Raiders szurkolóan, a két hétig laza, ugye? Sőt, most még a mind a két hét laza. Úgyhogy most 5-2 lesz, ez még jobb is. És csak a még egy meccs, amit nem találtam el. Egészen döbbenet, ami történt. Mert, hogy van ez a Tennessee defensive back sor, hogyha végignézted volna a meccs előtt, kik játszanak ezeknél? Hát nem kellene, hogy kihívást jelentsen egyáltalán a csív számára, hogy itt haladjon ezen a mérkőzésen. Nem csak az van, hogy itt egy szökevények ellen, nem elég, hogy néha elhagyják a labdát, ahogy azt szokták, most még az sincs meg, hogy legalább haladnának a pályán, aztán csinálnának pontokat, mert még pontokat se bírnak csinálni. Így kikapnak, ha de rá se ismerünk erre a csapatra. Hogyan lehetséges? Hát apa persze nem számít, hogy egy defensív sorban mindenki hiányzik, mert majd a séma jóvá teszi őket, ugye? De ebben a sémában még a Adore Jackson meg a Fulton is rosszul nézett ki, úgyhogy nem gondolom, hogy erről van szó. Mi történik itt? Azt tudjuk, hogy az AJ Brown jó formában kezdi a mérkőzést. Honnan lehet tudni? Nem abból, hogy megfogja a labdát, hanem abból, hogy utána rögtön neki áll szájalni a Matthew-val, úgyhogy tudod, hogy na, most akkor ő focizni jött. Julio is megkapja az első labdáját az első drive rögtön korán, Henry is, nyilván Marcus Johnson is. Ő. Marcus Johnson-t a Sneed. Nem kellett volna Legarius. Arról volt szó, hogy Julio Jones meg az A.J. Bryan jön, lögt ki a labda alól aztán. Többieket nem kett, Marcus Johnsonnal se bírsz. Nehéz már követni ebbe Tennesseebe ki a veszélyes. A harmadik és öt, Frank Lark offside büntetés, úgyhogy. Egyrészt van az, hogy ügyetlenül játszol, és még fegyelmezetlenül is. Ez egy erős kombináció, mert jobb lenne, ha ügyes és fegyelmezett védőink lennének, de a kettőből az egyik. Hát most az nem igazán fér bele, hogy semmi nem történik ezek közül meg. Tennessee, White Cat formáció. Derek Henry, nem annak passzol, akire legjobban figyelnek, Tene hírre, hát nyilván van múltja, hanem Pruittnak dobja a labdát, jump pass. Henry touchdown pass, úgy van. Most akkor itt két lehetőség van, hogy a Titans, a hát borzasztó komolyan veszi ezt a mérkőzést, aztán tudják, hogy ez nehéz meccs, mindent be kell dobnunk. Vagy tudják, hogy ezeket megverjük könnyen, lehet bohóckodni. Chiefs meccsen nincs bohóckodás. Hát, ez a legrosszabb érted. Megint a saját fegyverük? Ha hát, bohóckodva nyertek? Amiért a Chiefs szeret legjobban csinálni, elveszett tőlük. Bad Dupri kétszer is elmegy Orlando Brown háta mögött, majd megfizetitek? Hát, nem tudom, biztos. És az egyikből ráadásul egy forced fumble is van, a pattog a labda Mahomes kezéből kiesve, de végül is visszaszedi a KC. Úgyhogy nem turnover, hanem hát szabad volt a labda, de maradt náluk. Hát ez előre lépés az előzőekhez képest, az előző meccsekhez. Elpontolják, az nagyon-nagyon jó sikerül amúgy. Julio kihozná mélyről, de pickelnek rá, azt nem szabad, hanem akkor ki legyen, harmadik és hosszú, kihez nyúlsz, amennyiben Titans vagy. Természetesen Jeremy McNicholshoz. Majd ő megoldja. Aztán, hogyha már kicsit van levegő, akkor AJ Brownnak mehet a rakéta. Meg kell challenge azért, ilyen 40 yardos lódulás nagyjából, de befejezi övé, utána elmozdul a labda, de hát nem baj, majd. Így is be tudjuk írni elkapásnak, és aztán, hát némi átvezetés után, újra AJ Brown keresi, ezúttal a célban Tenehill, van rajta védő, mármint az elkapon, de hát normálisan dobja, visszafele alkalmazkodik hozzá, és aztán be is fejezi. Célterület az nem volt olyan messze, mint az a 40 yardos, de hát az kicsivel fontosabb. Nagyon precíz TD, úgyhogy 14-0. Megint odaérnek Mahomesra, me nem bírja dobni a labdát. Ráadásul most, tehát a futójáték nem veszi le a terhet. Korábban kritizáltam őket, de hát most ugye Clyde Edwards Hiller helyett a Darrell Williams van, nagyjából ugyanazt tudják. Hát ezt látja Andy Reid is aztán, hát ugyanúgy. Hangsúlyos a futójáték továbbra is, de nem ez volt a baj, tehát nem az elosztása volt a baj korábbi meccseken, hanem a turnoverek. Hát most már haladás sincsen. Most akkor itt tartunk. A csodafal, mi? Nem nyitja meg a helyet? Tenehill 8-ból 8 jó passznál tart, a harmadik és négyet meg megcsinálja lábán, hát nyilvánvaló, felvágás, Derrick Henryt is bevonják megint a passzjátékba. Nem annyira örül, mert hát ez nem számít be a rekordba, érted? Ő itt a földön szeretne rekordokat csinálni, aztán még dobod neki. Ó, mindegy, akkor play action, Michael Pruitt, ott van a 30 megfogja. Charvarius Ward visszatért sebesüléséből, ő az első, aki meg tud hiúsítani egy átadási kísérletet. Aztán Julio Jonesnak túlságosan széles egy labda a célterületre, úgyhogy nem tud lejönni újabb TD-vel a pályáról a Titans, de rúgás az buloknak könnyű. 17-0. Mahomes. Hát válaszoljunk azonnal, lendüljünk át. Gordon keresi. Josh Gordon. Felpördül a labda az elkapóról. Aláfekszik Rashan Evans. Megvan Interception kezdődik. Kansas City 46-osán történik meg az esemény, aztán onnan kivédekezni a KC, csak hát harmadikra Feltonra befújnak egy defensív holdingot. Nem merem megnézni, hogy igaz-e, de hát onnan lehetetlen Titans-t visszatartani, mert ahhoz, hogy visszatartsd a Titans-t, ahhoz, hát három playt le kellene védeni, baszki. Elsőt, másodikat és aztán a harmadikat is, ne adj Isten negyediket. Hát, hogyha nagyon agresszívek, az azt jelenti, hogy valamelyiket nem vitted le a háromból. Szóval ott három play egymás után, hát kapja Julio Jones, kapja Derrick Henry, AJ Brown, a labda útja. Mindegyik kap egy, egy ballont, és akkor ott vannak az egyjárdoson. Hát akkor tudjuk, milyen? jön. Titans egy egyjardosról. Beviszi, fake toss után a nagy darab. Csak mutatja, hogy hátra dobná, de végül is megtartja. Persze, hogy Tenehill futás. 24-0 Kelsey akkor oldalra rögbizi a labdát McKinnonnak Itt a nézőtéren lévő nagyon-nagyon veterán Chiefs drukkerek ilyenkor felsikítanak, hogy még van kedved cselőzgetni Ilyen állásnál, ha hát nem szégyeled magadat Érzik, hogy sürgős Pat Mahomes fut a labdával És aztán hát annyira gyors Mahomes, hogy le, lehagyja a labdát, tehát ő már ott van az 53-ason, a labda még az 51-esen Ajaj, megszerzi a Titans megint. Fumble? Fumble. Chiefs elhagyta. Akkor a Titansnek van hátra egy perce, 48 másodperc. Hallott, ah, egyszer lehoznátok már egy meccset. Lehoznak egy meccset turnover nélkül, mit gondoltok? Lesz olyan idén? Most már elbizonytalanodta. Természetesen jönnek a first -ok, a tennessee nem olyan nehéz az, de nem törekednek mindenáron arra, hogy ebből touchdown csináljanak. Főleg nem azután, hogy a Némen érkezik a Blitzből, és egy szekket jegyez Tenehillen. Úgyhogy, hát akkor a rúgás, bulok 51-ről, nem mondanám automatikusnak 50-en túl rendi bulokot, de ez most bemegy. 27-0, fédei állás. Az azt jelenti, négy touchdown bevisz a Chiefs, és akkor megfordítják, hát készen állunk a legendára. Akkor így, ilyen állapotban rákészülünk a második fédőre, akkor Chiefs, 4 TD aztán, hát itt micsoda gála lesz komolyan veszik a meccset, mert rögtön az elsőt Kelsey kapja. ebből lehet tudni, meg Tyreek Hill fut a labdával, de már tényleg nem vicc. Most már mindent elő kell venni, nincsenek vicces játékok, amit ugye elszórakoznának, hanem próbálnak normálisan focizni, csak nem marad náluk a labda. Hill futása után az első play Amaster amit a csízbe tud mutatni. Pet elindul balra, visszadobja középre, 20 valahány yardos átadás springölnek. Hát jó reggelt kívánok! Mióta készültünk már, hogy valami hasonló playt lássunk aztán a világon semmi. Darrell Williams befut a tízjadoson belőle, amikor megérkezik a második holding is a drive-ban. Elsőt túlélték, hát akkor itt a másik. Mahomes próbálja ballal dobni, hát ha úgy touchdown lesz, hát az se sikerül igazából. Harmadik és nyolc, Kelsinek dobná a labdát Pet, de nem jó. Nagyon reklamál a titan hogy ő vele valami ott történt, ami nem fél a szabályok közé, de nincs zászló, hát akkor rúgás. Butker berúgja 327, ez azt jelenti, hogy 3x8 kellene az egyenlítéshez. Ugye, touchdown plusz 2 megint, megint, és akkor hosszabbítás lenne. Hát az is nagyon-nagyon nagy fegyvertény lenne, meg hősies. Mi kell, hogy ez megtörténjen? Kell hozzá egy labda. Azt a Tennessee nem adja oda, képzeljétek el elképesztő heveny running back rotációt uh, futtat a Titans. A biztos azért, mert Derrick Henry elfáradt. Ugye mindig erről van szó, hogy egy Henrynek adod, adod, és akkor most nem a defense fárad, hanem ő. Ugye biztos, már ott tartunk. Mert bejön a Derrington Evans is, az ugye McNichols azon nem csodálkozol, de hát igen, bejönnek. AJ Brown elkap még pár labdát, hát akkor úgy néz ki, ebből újabb pontszerzés ez főnök. Harmadik és kettő, hát ott volt némi pánik nem ideális, hogy Tenehillnek a helyzete, aztán egyszer csak egy ilyen rookie mistake gyanát, előre hányja csak úgy, hát ha olyan lesz ott, aki vele van, hát ez nem így van, mert Willie Gay interception jegyez. Ugye Anthony Hitchens sebesült, helyette muszájból játszik Willie és hát egyből van neki nagy játéka. Hát jön a Kansas City csoda, itt van, hát most már biztos, ha megszerzett defense, Kelsey kapja line of scrimmage megy vele, aztán kapja a szélen Jack Rabbit mellett, leghosszabb játék a Chiefsnek, elviszi őket 40-esre, csak hát aztán a csodafal, hát újabb holdingot jegyez, megint hátrafele, Tyreek Hill elejti a labdát, full startol, hát mindenki hozzáteszi a magáit ehhez a vereséghez, harmadik és 11, szek, Deniko Otri elkapja, kiváló kiképzést kapott ő is, a Raidersre gondolok, hát nem tudom, Végül is akkor így elkapja az irányítót. Mind lesz ebben? 57-ről. Mezőnygól. Batkör. A próbáljuk meg. Csúnyán mellé. Ezzel van vége a harmadik negyednek. Tehát van nekik három pontjuk. Jól van akkor. Nem nagy jöttetek sokkal közelebb. Tennessee futás harmadik és egyre. Derek Henry mínusz négy yard. Halad? Kansas City Chiefs. Milyen jó ez a defense ott vagyunk már megint visszatérnek a Matt Cassoli idők. A defense nagyon-nagyon karcol, próbáljuk őket visszatartani, csak hát nem bírunk pontot csinálni, akkor se, hogyha fizetnénk érte. Hiába van ott a Dwayne Ball, meg a Dexter McCluster. Nem jönnek egész egyszerűen a first down -ok? Láttuk már a chiefs így focizni, a pont az szintén nagyon jó, az elmegy az egyesre amúgy. Onnan kellene kihozni. Ó, hát az reménytelen ilyen hosszú pályán. Nem az a baj, hogy mire visz, végigérnének onnan, Hát addigra, hogy Gerbics érünk az a baj. De akár nem érnek végig, el kell mondanom. Ha csak nem dob a Mahomes egy ilyen 65 jaros touchdown -t. Mert hogy odáig azért eljönnek, ha hát most, hogyha innen bedobnád, az én 65 jaros lenne. Megdobja Pringül elé, nem ér oda Pringül. Hát akkor erről ennyi. Kelsey rögbizne tovább, hátradobálva, az nem jön. Adeniyi, ő jön, ő még nyomást gyakorol. Negyedik és nyolc akkor pringülnek két ember közé. Hát mennyire vagytok megszorulva? Oda kell dobnunk Byronnak két védő közé. Vörös zónába megérkezik, kapja, ha végig megfogja, jó volt ez. Csak hát a vörös zóna az halál zóna. Red zone, dead zone. Én ezt tudom, hogy a Colts is hasonló mérlegű csapat, mint a Chiefs, hasonló játékerejű, csak nálunk sokkal jobb a quarterback. És hát tudom azt, hogy onnan bevinni a borzasztó nehézkes. De még nem volt Lendrinek szekje, úgyhogy most az van, hogy kikerülnek a vörösből, hát ha majd így. Így sem, mert meg fejbe térdelik. Igen, igen, rémisztől eset volt, de hát aztán meggyógyul szerencsére, ott a csoda fiú, de hát inkább akkor ne focizz továbbiakba. Így. Ki őt a mérkőzésből, hát az lett volna még a durva így érvéget a Chiefs szezonja. Tennessee a labda, hát akkor Derrick Henry. Valami highlight? Hát a világon semmi. Úgyhogy végül is csalódottan kezd fel a székből, amennyiben Titansnek szurkolsz, mert hát nem volt nagy Derrick Henry meccs. Csak a passzolt TD. Hát a szokásos az jött. Elpontolják ötösön belőle, és akkor még tudunk nézni négy és fél percnyi Chad Henry focizgatást. Hát van benne tíz jó passz, mit akarsz? Ennyire sokat? Hardman fanbül a vége, úgyhogy nincsenek extra pontok ebből. Mahomes majd következő meccsre visszaáll. Giants ellen fognak focizni hétfőn. 3-4 a mérlegük. És akkor most az van, hogy az EFC-ben, ugye Kansas City, ám most már számolgatni kell, arról, hogy lesz playoff, nem lesz. Hogy a csoport elsőség, az még benne van, nyilván, a mindenkit elvernek, csak hát a Raiders is sokkal jobban áll, meg a Chargers is meccsekkel van előttük. És hát akkor lehetséges, hogy egy white cardra oda kell majd érni, és akkor úgy biztos kellemetlen ellenfél lenne, hogyha ott tudunk már kivetíteni ezt, hogy januárban mi lesz, de hát egyelőre negatív a mérlegük érde, de az át kellene fordulni pozitívba, és nem könnyű a sorsolás. Egyébként ezt a következő hetet nem nézve, nem is az a baj, hogy a sorsolás milyen. Ez a meccs, ez meg egészen borzasztó volt, hogy a támadó illeti. Korábbi hetekben azért hát Tudtad, hogy miért kaptak ki, mert oda ajándékozták az ellenfélnek. Pedig már nyerő pozícióban voltak, pontszerzés környékén, igen, meg amúgy Mehoznak minden meccsen volt legalább két testdánya. Hát most nem volt semennyi. Ugye hát ilyen keveset még nem csináltak, mióta ő ott van. És akkor lehet mondani, hogy ez volt a kivétel, és hogy a korábbi meccseken persze az az offenzív, az majd visszatér a továbbiakban, és meg majd máson is lehet fejfej -fej mellett haladni, amennyiben nem hányják el a labdát ez mindig az, Csak hát ez megint egy rangadó volt, AFC ellenfél ellen, és ezek általában kikapnak. Hát a Clevelandet megverték, de a Cleveland is csak 4-3, csak mondom. És egyébként meg nagy derbiken rendre elverik őket, most meg elverték őket sokkal. Szóval így a nagy holt szezon átrendeződés, ami ugye csak arról szólt, hogy egy komplet támadó falat kicseréljük, és attól majd megoldódik minden, hát nem oldódott meg minden. Mert hogy nincs előre lépés. Miközben azért van egy-két hullámvölgy teljesítményekben, ha leginkább mehomszál. De nagy különbség amúgy a teljesítményében nincs, azt leszámítva, hogy most, amikor a védőnek pattan, akkor az meg is fogja egyébként, nem csak leesik a földre. Korábban is volt ilyen, hogy dobálgatott erre arra a védőknek, csak kiesett a kezükből, most nem esik ki, most konkrétan interceptionjei 150%-os kihasználása megvan, meg a fanbülöknél is van egy-kettő, ami a védőknek pattan, hát ez egyszer véget ér ez a széria nyilván, csak hát mikor? Lesz akkor még remény rá, hogy megcsípd a play a fejet, csoport elsőséget, vagy hogy hetedik helyért kell harcolgatni a kis szerencsétlenebb csapatokkal? érdekes lesz majd ezt így megnézni, de hát hogyha arról van szó, hogy bejutsz a rájátszásba, vagy akkor mi van? Tehát azért le kellene győzni ezeket, akik ellen rendszeresen kikapsz, ugye? És mindegyiket, nem az, hogy egy meccset nyersz, hanem hát mindegyiket le kellene nyomni. Hát most ezt így nem látod mi, hogy sorra elkezdnének nyerni, de tény az, hogy október van, aztán a forma az majd másmilyen lesz januárban, hát ebbe tudnak bízni egyedül nagyjából. Ha itt most kiadják a szervezetből az összes pikket meg fumbled, és akkor ilyentől kezdve meg majd hát turbó módba mennek, aztán harc edzetten rákanyarodnak. Jó, hát ott sok feladat van, meg sok baj van. tennessee nincs baj semmi, kikaptak a jets egyszer régen, de most, hogy így felépültek a szörnyek, hát ők így most már tényleg hátradőve tudják mutatni, hogy igen, igazi AFC élcsapat mehetnek első helyér joggal, csoportban nem sok kihívás lesz, hát majd most hétvégén. És akkor úgy, Joggal gondolják, hogy hát miért lehetne meg a gyűrű. Hát, a Chiefs-et elverték sokkal, a csípszet mások is elverték sokkal, de tény az, hogy most, ha bőven, bőven tudásuk felett teljesítettek, ami védekezést illeti, nem szabad elhallgatni. Támadásban még nem volt egy nagy meccs Derrick Henrynek, de hát így is jöttek a pontok, fennmaradtak a drive -ok, szóval. Hát csodálatos az élet. Egy hét alatt Buffalo lepofozva, Chiefs még könnyebben, nagyon bizalommal, Hát azt majd megnézzük, Kolc ellen mire lesz elég. Végére értünk mai három mérkőzésnek, úgyhogy már csak a holnapi hármas marad hátra. Természetesen ott is számítok majd a figyelmetekre. A mai pedig köszönöm szépen, hogy megtörtént. És köszönöm mindenkinek, aki az előző videóknál is ott volt, lájkolt a hozzászólt feliratkozott korábban, vagy pártolja a csatornát. Amennyiben utóbbit szeretnéte is megtenni, akkor leírásban lévő linket tudom ajánlani. Köszönöm szépen a bizalmat, és akkor vállalt holnap is ugyanitt. Szevasztok!